Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések extra nézőit. 70 éves az Alba Régia Táncegyüttes, és ebből az alkalomból, mint ahogy már számtalanszor, ismét olyan vendégeket hívtunk, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a táncegyüttes Magyarországon, Európa szerte ismert és elismert lehessen. Vendégeim pedig Pingicerné Szalóki Éva, csókolom a kezét, és Pingicer Katalin. Örülök, hogy itt vannak velünk. Hadd kezdjem egy idézettel, Márai Sándor írta, akinek azért kevesen tudják, de volt köze a néptánchoz és a hagyományokhoz, a népi hagyományokhoz. És azt írta, hogy a táncosnak egyszerre kell élnie a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel, a meleggel, soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a tánc és a dal hangja iránt. Hát ennyi röviden. Én azt gondolom, hogy egyetérthetünk. Ebben a beszélgetésben már számtalanszor elhangzott, hogy nagyon-nagyon fontos az a közösség, amit alkot a néptáncos csoport 1949 óta. Ez egy felülmúlhatatlan érzés táncosnak lenni Székesfehérváron. Ahogy nyilván másutt is így van, de számunkra ez különös öröm, ez a 7 évtized, hogy vendégül láthatjuk Önöket. És azért az első kérdés nem is lehet más, hogy kezdjük az eredendőnél. Ön miként kezdte, miként került közel a tánchoz, hiszen az egy olyan pillanat, ami azt hiszem, hogy mindenkit elkísér a teljes életén át. Hát az nagyon-nagyon régen volt. Még általános iskolás koromban, az úttörő általános iskolában jártam, és volt egy tanítónéni, a Fister Éva néni. Nagyon-nagyon szerettük, ő volt az osztályfőnök, és ő tanított nekünk néptáncot. És utána valamilyen módon kikerült ez a néptánc foglalkozás az akkori úttörőházba. Aztán folytatódott a néptánccal való kapcsolatom a gimnáziumban, és volt egy nagyon kedves tanárunk, a Vadányi János, ő jött megnézni bennünket, mert kellett utánpótlás az akkori Fejér megyei népi együttesnek, és engem nézett ki magának, és mondta, hogy menjek el a próbákra, akkor még ez a mostani Szent István Művelődési Házban volt, és hogy menjek el a próbákra, próbáljam meg, akkor még nem volt olyan szigorú felvételi, mint aztán később az évek során lett, és hát ott maradhattam, azt mondták, hogy megfelelek, és ott maradtam. 16 évig táncoltam, vagy 17, már nem is tudom, az akkori népi együttesben. Én olyan átcsúszó generáció voltam, akikhez bekerültem. Azok között én voltam a legfiatalabb, aztán akik meg már jöttek, azoknál meg én voltam az idősebb. Szóval mindig úgy csúsztam. Ez egy legendás időszak volt. Mielőtt ugyanezt megkérdezném Katalintól, van egy bejátszásunk, ami már egy későbbi és egy nagy sikeres időszakot idéz, méghozzá Békés Csabánra rendezünk el a Szólótánc Fesztivál, ugye a Csaba Gyöngye Kulturális Fesztivál, az egy nagyon rangos esemény, és hogy milyen tánc nyerheti el az Aranygyöngyöt, akkor nézzük meg most, hogy Sipos Dániellel, mert azt hiszem, hogy érdemes. Thank you.
Nos, kijárt a puszi és az ölelés, azt hiszem, hiszen ez egy nagy siker. Sipos Dani, jegyezzük meg, hogy külön díjat kapott ezen a napon. Így van. Az igazság szerint ezen a napon én is külön díjat kaptam, mert nem ezért kaptuk a Gyöngyöt, az 2 évvel később volt, ez egy 2015-ös felvétel. Itt indultunk először, itt mind a ketten külön díjjal távoztunk, és aztán a rákövetkező évre kaptam én meg a Gyöngyöt. No, addig viszont hosszú út vezetett. Kezdjük az úttal. Ha valakinek táncos az édesanyja, akkor választhat mást egyáltalán? Vagy az már eredendő, hogy bizony akkor táncolni? Hát én úgy gondolom, nekem nem volt választásom, engem erre nevelt az édesanyám. Én ebben nagyon hiszek, hogy a nevelés határozza meg a későbbi jövőnket. Én csak arra emlékszem, az ovis képeimből anyu tanított még akkor, ugye? És elhordott magával, amíg ő tanított, én ott botorkáltam a lábak között. Imádtam dalokat tanulni, az oviban mindig egy lépéssel előrébb voltam, mint az ovistársaim, mert sokkal több népdal tudtam, mint ők, még többet, mint az akkori óvónénik. Imádtam szerepelni, és aztán ezt anyu is látta, meg hát talán énekelni tudtam. Nagyon is. Valamelyest, és aztán, ha jól emlékszem, nagycsoportos koromban iratott be az akkori első osztályosokhoz. Hát nem, még óvodás volt, igen. Elvihettelek a Felsővárosi Művelődési Házba, a Cserpes Jutka csoportjába. Akkor még úgy igazán a lehajlás sem működött, a legugolás lehajlás volt. Szóval ilyen csetlés-botlás, de már akkor ígéretes volt, mert én csak azt vettem észre, hogy ültünk a szobában, és egyszer csak kristálytisztán visszaénekelte azt, amit órákkal előbb én a gyerekeknek tanítottam az ifjúsági házi csoportomban. Aztán ez így. A szülő ilyenkor féltve vigyázza a gyermekét, ez természetes. De ez különösen így van, ha ugyanazt a pályafutást szeretné magáénak tudni, ugye? Ezt érezték mindketten? Hát én a magam részéről a támogatást éreztem, semmi mást. Szerintem anyu nagyon jó pályát választott magának ebből a szempontból, és nekem sem kívánhatott ennél jobbat, sőt, ha majd nekem gyermekem lesz, én sem kívánok neki jobbat, mint ezt az életet, amit mi élünk ebben a közösségben. Tehát nem kellett győzködni. Nem. Hát azért győzködni. Kamaszkoromban voltak megingások, talán mindenkinek vannak, de aztán így nagyon jó anyai hát támogatással igen. Nem hagyta, hogy feladjam, de óriási hiba lett volna. Egy megingás volt konkrétan, egy nagyobb megingás, és beszélgettünk róla, és mondtam, hogy abban lehet hagyni, de valamit elkezdeni újra, az már nagyon-nagyon kínos. Igen. Kitartani tehát ez a lényeg. Tehát a néptánc varázsa az megmaradt önnél is, és ráadásul ezt sikeresen átadta. Viszont mikor derült ki, hogy tehetséges? Mikor derül ki általában egy táncosnál, hogy tehetséges? Mert azt tudjuk, hogy nyilvánvaló a ritmusérzék, az igényesség, a közösséghez való tartozás, varázsa, az megvan. De ahhoz nagyon sok munka kell, szorgalom és tehetség is. Tehát a kettő egymás nélkül nem megy. Hát a tehetség az szerintem már akkor ott figyelemre véltó volt, mert ahhoz, hogy valaki el tudjon énekelni, mit tudom én, 4 évesen, 5 évesen kristálytisztán egy népdalt, ahhoz kell ritmusérzék. És akkor utána, ahogy ment előre a csoportokban, lehet látni egy gyereken, hogyha tehetséges. Ezt gondolom a szakmai pályafutása is mondatja ennél. Hát igen. Lehet látni, ha tehetséges. Aztán, ha ez a tehetséghez kitartás is párosul, akkor a határa csillagosé. Így van, hála Istennek. Példákat és példaképeket. Ki volt a példa és a példaképe? Hát nagyon sokáig édesanyám, illetve hát ő most is az, ez nem változott. Hát az akkori táncegyüttesben, amikor én felkerültem, én 15 évesen kerültem fel a felnőtt táncegyüttesbe, viszonylag fiatalon. Hát akkor az idős lányok közül voltak ketten, akiket én nagy példaképnek tekintettem, mindig álmodoztam, hogy majd egyszer én is olyan szépen táncolhassak, vagy ha jön a színházi műsor, majd egyszer nekem is annyi számom legyen olyan jó sok, mint amennyi nekik volt akkor. Hát aztán most már nekünk van sok számunk, úgyhogy lassan, de biztosan beértük őket. De az alapokat nyilván nem feledi el senki. Melyek voltak azok a koreográfiák, ha így visszaemlékezik, amelyek máig felejthetetlenek? Hát érdekes, hogy ezt kérdezi, mert
Nekem az egyik, az egy lánytánc volt, az volt a címe, hogy Talalaj. És ezt a Talalajt most újította fel a mostani együttes. Nekem ez volt feledhetetlen, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy sikerült, és hogy milyen lett. Meg egy négy páros Kalotaszegire is nagyon szívesen emlékszem vissza. Akkor a Dunamenti táncok, ezek mind botos koreográfiák voltak, kivéve a Talalajt, mert az Forti Jolán koreográfia. Ugye ön végig kísérhette azt az időszakot, amikor elkezdtek gyűjteni, tehát nem csak itthon, hanem a Kárpát-medencében. Gondolok itt Botos Jóska és az ő generációja, hiszen a Forti Jolánék és a többiek, András Falviék, aztán akik a dalokat gyűjtötték, Kallós Zoli bácsi hozzátette a zenéhez a táncokat is, tehát kitágult a világ. Igen. Ezt önök miként élték meg? Hát frissebbek lettek a koreográfiák. Egész mások, mint abban az időben, amikor én elkezdtem ott a Fejér megyei népi együttesben táncolni. Nem tudok más szót használni rá, frissebb lett. És hát nagyon nagy élmény volt, mikor egy erdélyi gyűjtésből táncolhattunk nyilvánvalóan. Nagyon nagy boldogság, büszkeség volt, igen. Töpörtyű kicsi lányként kezdte. Úgyhogy már van kellő tapasztalat, hogy elmondja nekünk, hogy ön hogy látja, Kati. Mennyit változott a tánc? Azért tudjuk, hogy elég sokat. Tehát a koreográfiák és történeteket mesélünk ma már, nem önmagában csak a mozgásra épül, és nem csak a zenére. Igen, rengeteget változott. Még ahol a nyújék kezdték, még ez a kicsit ez az orosz behatású műtánc jelleg volt divatban, most már a végletekig aprólékosan elemzünk egy filmet, most már nem azt nézzük, hogy az adott tájegységre mi volt a jellemző, most már nem azt nézzük, nem csak azt nézzük, hogy az adott falura, aminek a táncát tanuljuk, mi volt a jellemző, most már az adatközlőknek a táncát utánozzuk, az ő mozgásait, az ő stílusukat elemezzük ki, úgyhogy egészen más vonalat képvisel, most már a lehető legarchaikusabb módon próbáljuk visszaadni magát a táncanyagot, hogy minél hitelesebb legyen, igazából ez a lényeg, a koreográfiák pedig hát teljesen más, óriási történeteket lehet elmesélni 5-10 percben. Sokkal izgalmasabb most már, úgy gondolom. Mennyit változott a dinamikája a táncnak? Hiszen én fergetegesnek látom kívülállóként. Hát régebben is voltak dinamikus táncok, például a Bécinek a Szatmária az elég dinamikus volt, meg még volt egy pár. A dinamikával akkor sem volt probléma. Volt. Dinamikában szerintem most is ugyanolyan dinamikusak, mint annak idején voltak, inkább a stílusbeli különbség az, ami nagyon szembetűnő. Igen, hát a koreográfusok is változtak, tehát tudjuk, hogy Ásó István, Botos Jóska, aztán jöttek a Gazdag Béla koreográfiák, Török Sanyi, Glazú, Gálber Attila, aztán jött a Hánkakas féle, tehát az Öcsiék, aztán most már itt vannak a Majoros fivérek, és így tovább. És azt gondolom, hogy hála Istennek itt koreográfus probléma soha nem lesz, mert remek csapat gyűlt össze, és hát jelenleg igen, is táncol. Mert táncosban lesz a legjobb koreográf. Az igen, de visszatérve a koreográfia egyébként roppant érdekes, hogy amit ez a anyu is említett, a Talalaj koreográfia, hány éve szám? 40? 40. 40 legalább, most elővettük, mi imádjuk, és annyira érdekes, hogy 40 évvel ezelőtt, ami megállta a helyét, az most is megállja. Annyira modern ez a koreográfia, hogy simán bármelyik mai antológiára be lehetne nyomni, mert borzasztóan izgalmas és változatos. Pedig egy 40 éves számról beszélünk, és simán megállja a helyét, nagyon érdekes, hogy változik a világ, és aztán mindig mégiscsak ugyanoda tér vissza. No, a nemzedékváltást megéltük, a tánc változott, hála Istennek a Mojszejev nem jött vissza, ezt mondom én, ennyire hadd legyek elfogult. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a siker. Mit jelentett? Mit jelentett akkor? Mit jelent ma? Mit jelent általában a néptáncosnak a siker? Mi a siker? A titka nagyon sok munka, a remek közösség, a nagyszerű koreográfia, az rendben. Ezen mi a túl. Siker? Amikor kinéz az ember a színpadról az utolsó szám, vagy egy szám végén a meghajlásnál, és látja, hogy tapsolnak, látja a mosolyokat, látszik az, hogy tetszik, akkor adtam valamit. Igen, talán én is így tudnám fogalmazni, hogy az a rengeteg energia, amit belefektetünk. Igen. Megtér. És aztán az az önfelett öröm, amit tánc közben a színpadon érzünk,
És aztán a szám végén látom, hogy visszaadja a nézőközönség azt az örömöt, amit én érzek, és amit én próbálok közvetíteni a színpadról, talán ez a siker. Az igaz, hogy egy táncos soha nem jár szemle sütve? Érdekes lenne, ha úgy járna. Igaz, abszolút. Mennyit számít a próba? Mennyire kell komolyan venni a próbát? Hát nagyon. Nagyon. Hát egy próba nélkül nincs előadás. Gyakorolni kell, dolgozni kell. Hát főleg nekünk, mi már idősebbek vagyunk, nekünk azért több munkába kerül egy koreográfia elsajátítása, mint nektek. Hát itt szerintem nincs különbség. Nincs különbség. Hát ha nincs, akkor nincs, de én valahogy így érzem, bizony kétszer annyit próbálnánk, mint egyébként. De hát gyakorlás. Beszéljünk a Néptánc fesztiválokról. Először menjünk ki, aztán hazajövünk, mert mégiscsak az a csoda, mármint az itteni, a fehérvári. Egy-egy fesztivál azt mondják nekem, hogy csak ad, mindig ad. Egyik oldalról, hogy az emberfia nem csak önmagát, a társát, a csoportot képviseli, hanem adott esetben Fejér megyét, Magyarországot külföldön. Ez mit jelent egy táncosnak? Kilépni az országon túlra, és azt mondani, hogy igen, megmutatni a Kárpát-medence kultúráját másutt is. Hát büszkeséget, meg azt, amit az elején mondod. Hát ez egy hatalmas nagy dolog, a szűkebb hazánkat, meg egyáltalán Magyarországot képviselni. Nagyon sokat jártak, a világot bejárták, most hagyjuk, hogy mekkora ez a világ, nagy az a világ. Volt-e olyan élménye, ami megerősítette abban, hogy a néptánc örök és valóságos? Hát igazából minden fesztiválon ér minket ilyen élmény. Igazából egy közösséggel utazni, egy közösséggel megmutatni, hogy mi honnan jöttünk valójában, és hát a magyar virtus mindenhol lenyűgözi az embereket. Még nem jártam az elmúlt 21 évben olyan fesztiválon, ahol ne lett volna óriási sikere a táncegyüttesnek. Talán itt csak hogy egy kicsit kössem a Fehérvári Néptánc Fesztiválhoz, itt most utoljára Mexikóban jártunk az ősszel, fantasztikus élmény volt, és az egyik fesztivál helyszínen, ahová elvittek minket fellépni, egyszer csak megjelent egy mexikói kis csapat, magyar feliratú táblákkal, Székesfehérvár felirat, Alba Regia, magyar szavak, királyi napok, transzparáns. Ugyanis az a mexikói csoport, akik a nyáron itt voltak nálunk a királyi napokon, annyira jól érezték magukat a városban és a fesztiválon, hogy vették a fáradtságot, és eljöttek minket megnézni, és óriási transzparensekkel kivonult az egész társaság, üvöltve végig tapsolták és ugrálták az egész fellépést, fantasztikus élmény volt, szóval örület, hogy pont Mexikóban, tőlünk a világ másik felén végeredményben így érnek össze a szálak. Fantasztikus. Ez egy bizsergető érzés, biztos. Ilyenkor mindig kedves Andrásnak a mondása jut eszembe, aki azt mondta egyszer, hogy a világ az egy falu. Hát nem? Ez egyébként így van. No, akkor hazajöttünk most. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Én tanulja voltam az elsőnek is, tehát ott voltam a hármas csoport. Mennyit változott? Mennyit jelent az, hogy ma már válogatott csoportok jönnek, ha úgy tetszik, minden fesztivál vége a következő kezdete, hiszen azt meg is kell szervezni. Ráadásul, hogy kiegészült a gasztronómiai találkozóval, beszélgetéssel a táncházban, ami egy remek gondolat volt annak idején Kovács Gyuri bátyja, amikor összedugták a fejüket, hogy legyen egy táncház. Milyen a mi néptáncfesztiválunk fejlődése, hiszen ezt megélték? Én úgy gondolom, hogy nagyon látványos a fejlődés. Alapvetően a királyi napok szerintem más, mint az összes többi fesztivál, hiszen annyi tapasztalata, külföldi tapasztalata volt az együttesnek, jók és rosszak is a külföldi fesztiválokkal kapcsolatban, hogy ezekből nagyon jó tanulságokat szűrtek le a szervezők, én úgy gondolom. Úgyhogy egy nagyon táncos barát fesztivál a mi fesztiválunk, és hát óriási a fejlődés. Az egész város bevonódik igazából, tele vagyunk helyszínekkel, programokkal. Egyre-egyre igényesebb fellépők jönnek hozzánk. Én szerintem bődületes a fejlődés az elejéhez képest. Örülök neki. Milyen gondolatokkal készülnek erre a jubileumi évre? Miként készülnek, mert tudom, hogy gőzerővel folyik a munka. Hát először is örülünk, hogy ezt a 70 évet így együtt megélhettük. Isten igazából, nekünk most júniusban lesz egy szenior fesztiválunk, arra készülünk, arra dolgozunk.
utazunk, megyünk Zalaegerszegre, megyünk Tatára, és hát örülünk, hogy együtt vagyunk, nagyon örülünk, hogy dolgozhatunk, mi még szenioros táncosok. Hát mi ezt egy kicsit máshogy éljük meg, mi gőzerővel dolgozunk, tegnap jelmezes próba volt, holnap össznépi főpróba, aztán még az apróbb simítások jönnek, még a nem elég hosszú a pendely, csipkét kell venni, gombot kell varni, mi már készülünk, számolgatunk, melyik cipőt, melyik viselethez, agyban készülünk, hogy a gyors öltözéseket mit hova készítsük, úgyhogy mi már nagyon, nagyon várjuk a jövő hét vasárnapot, hogy aztán elkezdődjön ez az egész napos elfoglaltság a színházi műsorunkkal. De hát itt a programsorozatok is nagyon jól sikerültek, úgy gondolom pár hete volt a Családban marad című programunk a táncházban, ahol a Majoros Robiék a családokat próbálták összehozni, a táncos családokat, úgyhogy nekünk is volt lehetőségünk anyuval újra együtt táncolni. Hát nagyon megható volt, de a többi családot is most is könyvelem, de szemem, akkor is bömböltem. Nagyon megható volt azért a táncos társaim családjait is együtt látni, táncolni, valahol nem csak anyalánya kapcsolatok vannak, hanem az egész komplett család nagyszülőtől gyerekekig együtt táncoltak, úgyhogy már csak ezért is jó ez a 70 éves jubileum, hogy így együtt lehetünk ebből a szempontból is. Igen, és ez nagy ötlet volt a Robitól, ez a Családban marad program, tényleg. Unoka, nagymama, komplett családok. No, mi is nagyon várjuk most már a további történéseket. Én köszönöm, hogy itt voltak, és búcsúzzunk egy olyan gondolattal, hogy a mosoly a legrövidebb az út a két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések extrát látták. Vendégem Pingicerné Szaloki Éva és Pingicer Katalin volt, hiszen, mint tudjuk, 70 éves az Alba Régia Táncegyüttes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!